Összeroppanhat a vád a Questor perben, ha a fővárosi törvényszék kizárt az eljárásból egy szakértői véleményt, amely a vád alapjául szolgált. A 300 önkormányzati lakásból 20-ra lehetett pályázni a Ferencvárosban, a többi közül állítólag fideszesek választhattak. Udvariaskodó, zsúrpubis hangulatú világban Brüsszelben Orbán Viktor szerint, aki nem mondta meg, hogy vétózik-e majd. És kiürítik Aleppót, várhatóan 15 ezer embert evakuálnak, először a sebesülteket, nőket és gyerekeket viszik el. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Összeroppanhat a vád a Questor perben. A fővárosi törvényszék kizárta a perből a vád alapjául szolgáló egyik szakértői véleményt. Tarsó Csaba védője ugyanis észrevette, hogy az egyik szakértő egyszerre dolgozott a vádnak és a felszámolónak. Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. A per mind a 10 vádlottja és a védőik is ezt hangsúlyozták, amikor a szakértői vélemény kizárását kezdeményezték. A bírónő indoklásában elmondta, hogy a szakértő hosszabb ideig annak a Quantál nevű cégnek az alkalmazásában állt, sőt, ügyvezetőjeként is egyezték, amely a Questor felszámolója volt. Tarsó Csaba védője azt mondta, hogy kétségessé vált, hogy elfogulatlan, tárgyilagos szakvéleményt tud adni. A szakértő foglalkoztatása vállalhatatlan, tette hozzá. A keresett cáfolja, amit ugye benyújtotta 2016. októberében, novemberében a bíróság, azt, amit a Quantál Kft. Válaszul írt. Az egyéb bizonyítékok pedig önmagukban elegendőek ahhoz, hogy a bíróság döntsön a szakértő kizárása kérdésében. A törvényszék Makó Anikó igazságügyi adójárulékes könyvszakértőt a büntetőeljárásból kizárja. A szakvéleménnyel érdemben nem is foglalkozott a bíróság. Önmagában az a tény, hogy a felszámolóval jogviszonyban állt a szakvélemény készítője, elég volt a döntéshez. Az említett jogviszony 2011. decemberében keletkezett, és 2012 és 2014 között is tartott. Jelen ügyben ez a bizonyos időszak átöleli, lefedi, részben lefedi azt a vádbeli időszakot, amelyre vonatkozóan az ügyesség vádat emelt. Az az ügyészi érvelés, hogy csak formálisan volt a szakértő a cég ügyvezetője, jogi szempontból értelmezhetetlen, mondta a bírónő. Ilyen jogi kategória ugyanis nem létezik, magyarázta. A bírónő döntésében a tisztességes eljáráshoz való jogra, az Alkotmánybíróságra és az Emberi Jogok Európai Bíróságára is hivatkozott, amely kiemelt értéknek tekinti a pártatlanság megőrzését. A törvényszék döntésének jogerőre emelkedését követően azt jelenti, hogy az eljárásban jelenleg rendelkezésre álló szakvélemény a továbbiakban figyelembe nem lesz vehető. Az ügyész és a szakértő a döntés ellen fellebbezett, amelyről később döntenek majd. Hatházi Ákos talált olyan dokumentumokat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy volt olyan nyomozás vagy nagy nemzetközi vállalatnál, ami felső szóra állítottak le a NAV-nál. Nincs még vége az ügynek, az ügyészség nagyon sok kérdést nyitva hagyott, mondta tegnap az Egyenes beszédben Horváth András. Az egykori NAV dolgozó 3 éve állt a nyilvánosság elé. Akkor azt állította, hogy az adóhatóság 1 000 milliárd forint összegű áfacsalások fölött hunyt szemet. Szerinte politikai okokból állították le a nagy nemzetközi cégek elleni adóhatósági vizsgálatokat. A vizsgálat most zárult le, de csak egy ügyben emeltek vádat, a többivel kapcsolatban nem állapítottak meg bűncselekményt. Ha azt mondja, hogy ez nem bűncselekmény, akkor viszont ez azt jelenti, hogy rendszer szintű működési hibák vannak az adóhatóság működésében. Úgyhogy köszönjük szépen, Paul Péter, sikerült behúzni a csőbe, ugyanis ennek az egésznek a lényege nem is az, engem soha nem az vezetett, hogy itten személyes bosszút akartna volna valaki ellenállni, hanem azt mutassuk be, hogy rendszer szinten a nagy adózókkal kivételeznek, illetve pozitív diszkriminációt alkalmaznak. Több mint 300 önkormányzati lakás áll üresen a Ferencvárosban, a rászorulók azonban csak 20 lakásra pályázhatnak évente. Ehhez képest fideszes képviselők és gazdasági háttéremberek is kaptak önkormányzati lakásokat a Ferencvárosban, jóval a piaci ár alatt, állítja az LMP helyi képviselője. A 9. kerület polgármestere cáfol, és azt állítja, azonos feltételekkel pályázhatott bárki a lakásokra. Itt sajnos melegítenem kell a vizet. Rácz Hajnalka a 2 kamaszlányával 5 éve lakik ebben a ferencvárosi önkormányzati lakásban. Az önkormányzat nem költ már az épületre. A házat bontásra ítélték, Hajnalka azt mondja, addig minden így marad. Tavaly előtt elkezdtem külük kérni a segítséget, és nem kaptam. Azóta ázok, folyamatosan penészes a lakás, már
félek, hogy azt más leszek, és semmi segítséget nem kapunk. Ráczhajnalka szeretne a kerületben másik lakáshoz jutni, de azt mondja, az önkormányzat szerint nincs üres lakás. Az LMP kerületi képviselője szerint azonban van, csak azokat nem a rászorulók kapják meg. Több fideszes kerületi képviselő így jutott lakáshoz 2012 óta Ferencvárosban. Bőven vannak olyanok is, akik az önkormányzati képviselőkön kívül gazdasági háttéremberek, és ők is jutottak lakáshoz ilyen módon. Jancsó Andrea nem vitatja, hogy a lakások bérbeadása a kerületi rendeleteknek megfelelően szabályosan történt. Ám a képviselő azt mondja, morális kérdéseket vet fel az önkormányzati képviselő. Kontrasztos a helyzet a budavári kerülethez képest, mivel itt ugye szociális városrehabilitáció is folyik, és én nagyon sokszor jártam olyan szegény családoknál, akiknek a parkettát a pincéből átrágta a patkány, vizesedik, penészesedik a lakásuk, és tulajdonképpen nekik nincsen lehetőségük arra, hogy lakhatási körülményeik javuljanak. Ezek közül a lakásokból összesen 4 vagy 5 az, amelyikben laknak. Az együtt képviselője azt a Gát utcai háztömböt mutatja, amelyben József Attila emlékházát is kialakították. A 40 lakásos társasházat főleg uniós forrásból tökéletesen felújították, ám az épületbe mégsem költözhetnek be a lakók. Baranyi Krisztina szerint több ehhez hasonló felújított, ám üresen álló társasház van a kerületben. Többször kértünk valamilyen lakáskoncepciót, vagy a lakásállományra, lakásvagyonra vonatkozó elképzelést a kerület vezetésétől, hogy erre akár több párti egyeztetéssel dolgoznak ki valamit, de ez soha nem valósult meg. Gyakorlatilag adhok jelleggel adják, veszik, értékesítik, kótyavetyérik el a vagyont. Egyébként ezeket a lakásokat pedig hagyják üresen állni. Kerestük a polgármestert, hogy megtudjuk, milyen szempontok alapján döntenek a kerület önkormányzati lakásainak hasznosításáról, de a polgármester egyelőre nem kíván kameránk elé állni. Azt kérte, írásban tegyük fel a kérdéseinket, és majd írásban válaszol a hivatal. Levelükben azt írták, egyetlen Fideszhez kötődő önkormányzati képviselő vagy családtagja nem jutott kedvezményesebb lakás lehetőséghez. Bárki a kerületben azonos módon feltételekkel pályázhatott piaci alapú bérlakásra. Az adásunk után kezdődő Startban Balogh Judit majd folytatja a témát Baranyi Krisztinával, az együtt politikusával. Most már biztos, hogy 1,6%-kal emelkednek a nyugdíjak jövőre. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Az öregségi nyugdíj mellett a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs járadékot és a szolgálati járandóságot is ugyanennyivel kell emelni januártól. Az emelés mértéke azonban még így is elmarad a várható inflációtól. Elemzők és a Nemzeti Bank is azzal számol, hogy a pénzromlás 2,3%-os lesz. Sem adózni, sem bevallást készíteni nem kell a nyugdíjasoknak a 10.000 forintos Erzsébet utalványok után. Erről adott ki hivatalos állásfoglalást az adóhatóság. Az indoklás szerint az utalvány csekély értékűnek számít, és az ilyen juttatás után annak kell adóznia, aki adja. Vagyis az állam fizeti be az adókat, gyakorlatilag saját magának 10.000-enként 5.000 forintot. Bevallást pedig azért nem kell készíteniük a nyugdíjasoknak, mert az adót sem ők fizetik. Még az év vége előtt ajándékutalványt kapnak a postások, értesült a 24.hu. A 65.000 forint értékű utalványból élelmiszert, ruhát, műszaki cikkeket, vagy akár könyvet, sőt optikai termékeket is vehetnek a karácsonyi időszakban túlterhelt kézbesítők. A Magyar Posta szerint nem prémiumról van szó, itt csak azok kapnak belőle, akiket más módon nem jutalmaznak év végén. Az utalványból 40.000 forintot még karácsony előtt, míg a maradék 25.000 forintot a két ünnep között kapják meg a postások. Az együtt szerint Magyarországnak nem lőterekre, hanem jobb oktatási rendszerre van szüksége. Lázár János nemrég jelentette be, hogy a kormány csak nem 30 milliárd forintot költ arra, hogy új lőtereket létesítsen. Szigetvári Viktor úgy látja, ha már mindenképpen lőtérfejlesztésben gondolkodik a kormány, akkor azt bízza a piacra, és ne az adófizetők pénzéből valósítsa meg. Azt mondja, békét kell teremteni a magyar társadalomban, és nem a fegyverviselés kultúráját létrehozni. Felszólítjuk a kormányt, hogy ezt a 27 milliárd forintot, amelyet év végén talált a szekrényben a kormány, azt ne a magyar társadalom militarizálására költse, hanem fordítsák a magyar iskolarendszer, a közoktatás informatikai fejlesztésére, lőterek helyett a Fidesz kormány kölcsön számítógépekre. Udvariaskodó, zsúrpubis hangulatú világ van Brüsszelben, ahol nem szokás olyan durva szavakat használni, mint a vétó.
olyat, hogy az egyhangúság hiánya olyat lehet. Ezt Orbán Viktor mondta Brüsszelben az ATV híradójának arra a kérdésére, hogy megvétózza-e a kötelező betelepítési kvótát. Információink szerint a tervezett záró dokumentum nem rendelkezik a kvótákról, így nem is lesz mit megvétóznia a magyar miniszterelnöknek. Hamarabb érkeztek meg az állam és kormányfők az évvégi uniós csúcsra. A hazájában választásra készülő német kancellár készségesen állt az újságírók rendelkezésére, csak úgy, mint a francia elnök. Ő is a legégetőbb ügyről, a migrációról beszélt. A magyar miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy lassan többségivé válik az az álláspont, miszerint az EU területén kívül kellene menekülttáborokat létrehozni. Arcban állok a csapataink. Orbán Viktor szerint a kötelező betelepítési kvóta ügyében egyhangú döntésre van szükség, vagyis ha egyetlen tagállam nemet mond rá, akkor elbukik a javaslat. Erőnk az nagyobb, mint a méretünk, meg talán még az eszünknél is, tehát itt egész egyszerűen csak ki kell találni, nem okosnak kell lenni, hanem ki kell tartani, állhatatosnak kell lenni, és tűrni kell a hát nem túl barátságos, szúrós szemeket, és hol nyílt, hol ravaszkodóan másodszándékú támadó nyilatkozatokat, de... A miniszterelnöktől az ATV híradója azt kérdezte, éle a vétó eszközével, ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a kötelező kvótához. Orbán Viktor csak azt erősítette meg, hogy tagállami kormányfőként ezt megteheti. Ez egy ilyen udvariaskodó, zsúrpubis hangulatú világ itt Brüsszel, nem szokás az olyan durva szavakat mondani, mint vétó, de olyat, hogy az egyhangúság hiánya olyat lehet. És én hozzá tudok járulni az egyhangúság hiányához, hogy ilyen brüsszelül beszéljek. Azonban van olyan fórum az Európai Uniónak, ahol ez nem így áll. Tehát, hogyha kicselezik, ha mellőzik, ha félrelökik ezt a testületet, tehát a nemzeteknek nem adják meg a tiszteletet, és kiszorítják őket a döntéshozatalból, volt már erre példa, megkerülnek bennünket jogalkotási trükkökkel, akkor van olyan útvonal, ahol nem tudok vétózni. Információink szerint és az uniós csúcs találkozó tervezett záró dokumentuma szerint is nem hoznak végső döntést a tagállamok vezetői a kötelező betelepítési kvótáról. Ez majd a szlovákokat felváltó máltai elnökség feladata lesz. Ezért itt és most a magyar miniszterelnöknek minden bizonnyal nem lesz mit megvétóznia. Az ATV híradóját Brüsszelből Kis Ferenc tudósította. Ezt a témát is folytatja a hamarosan kezdődő Startban Balogh Judit. Szent Iványi István a liberálisok külpolitikai szakértőjével fog majd beszélgetni. Nem kellően hatékony az Európai Unió fellépése a szíriai polgárháború ügyében, de minden diplomáciai erőfeszítést meg fog tenni a szervezet a civilek kimenekítése és az aleppói humanitárius segélyszállítmányok célba juttatása érdekében, közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcsértekezlete után. Sajtótájékoztatóján Donald Tusk arról is beszámolt, hogy az éjszakában nyúló találkozón megállapodás született a tagállamok közötti biztonság és védelem politikai együttműködés erősítéséről. Nem veszi be a kormányba az RMDS-t a Szociáldemokrata párt, mert a Liberálisok és Demokraták Szövetsége nevű párttal fog közösen kormányozni. Ez derült ki Liviu Dragnea, a PSD elnökének csütörtök esti sajtótájékoztatóján. A román médiában megszólaló elemzők szerint Dragnea letett arról, hogy magának kérje a miniszterelnöki posztot, és arra készül, hogy egy kevésbé ismert politikust javasoljon erre a helyre. Ám a kormányt megpróbálja a párt szoros ellenőrzése alatt tartani. Ígéretei szerint jövőre beüt a Kánaán Romániában. 2017 a lázadás éve lesz, erről beszélt Orbán Viktor a kormány közeli 888.hu-nak adott interjújában. A miniszterelnök szerint azonban a kormány az emberek nevében lázad, ő úgy látja, bár a korrupció rossz, de a legtöbb esetben puszta irigység áll a támadások mögött, pedig, mint mondta, örülni kellene egymás sikereinek. Ahogy fogalmazott, az egy akol meleg, egy kertben bégetünk szoszlip világnak már vége van. Brüsszeli utazása előtt egy hosszabb interjúban üzent Orbán Viktor az uniós döntéshozóknak. A kormány támogató 888.hu-nak arról beszélt, hogy Brüsszelben a fontos pozíciókat globalista liberális erők tartják a kezükben, ahol, mint fogalmazott, a magunk fajta keresztény nemzeti európaiaknak nem osztanak lapot. Orbán Viktor szerint azonban az európai nemzetek ragaszkodnak függetlenségükhöz, emiatt 2017 a lázadás éve lesz. A kormányfő azonban azt is hangsúlyozta, hogy nem a kormányok fognak fellázadni, hanem az emberek, akiknek véleményét a kormánynak kell képviselnie. A miniszterelnök továbbra is küzdeni akar a korrupció ellen,
ezért igyekszik olyan munkatársakat választani, akikben megbízik, akikről feltételezi, hogy nem engednek a kísértésnek. Szerinte ugyanakkor bizonyítékok nélkül vádolni bárkit is rágalmazás, ami ugyanolyan bűn, mint a korrupció. Orbán Viktor a Kádár rendszer örökségének nevezte az irigységet, vagyis azt a mentalitást, hogy ha valaki sikeres, az csak gyanús lehet. Szerinte azonban egymás sikerének örülni kell, mert az visz felfelé. A kormányfő szerint magyarnak lenni küldetés, ezért azon dolgozik, hogy ezt az ezer éves civilizációt idegenek között magányosan is meg tudja tartani. Orbán Viktor legnagyobb ellenfelének önmagát tartja, ám a politikában Horn Gyula volt az igazi ellenfél, aki, mint fogalmazott, az önmagát túlélt szívós szoci világot képviselte. A miniszterelnök nyugdíjas éveit a Felcsúti Akadémia környékén képzeli el, így, mint elmondta, ellenfelei legnagyobb örömére oda fog majd visszatérni. A nagykövet is találkozott Gájt Faraonnal, ezt maga a diplomata ismerte el az Indexnek. Azt állítja, a miniszterelnökhöz hasonló körülmények között találkozott az üzletemberrel, aki 25 éve szerepel az Interpol körözési listáján. Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy egy fogadáson futott össze Faraonnal. Nagy István most egy ugyanilyen találkozót ismert el, de ennél több részletet nem árult el. Az Index azt írja, a berni nagykövet lehet az egyik, aki vonzó befektetési célpontként ajánlhatta Magyarországot Faraon figyelmébe. Megkezdődött Aleppo lakóinak kiürítése, várhatóan 15 ezeren menekülnek majd el a szír város felkelők kezén lévő negyedeiből. Az első konvojok a sérülteket, a nőket és a gyerekeket vitték el. A civileken kívül 5000 felkelő katona is elhagyja a várost. Aleppónál hosszú sorokban haladnak a buszok, amelyek a civileket evakuálják a városból. A szír kormányerők 4 év harc után mára szinte az egész várost visszafoglalták a felkelőktől. A feleknek hosszú egyeztetés után kedélyenre sikerült megállapodniuk arról, hogy a civilek, a sebesültek és mintegy 5000 lázadó is elhagyhatja a várost. Az első konvojra rálőttek a kormányerők, de később újra kezdődött az evakuálás. Az első buszokkal sebesültek, valamint nők és gyerekek utaztak el. Őket követik majd a lázadók és a kivonuló harcosok. Készen állunk arra, hogy végigkísérjük azokat, akiket evakuálnak. Nem csak Kelet-Aleppónál, hanem egészen Idlib városáig, amelyet szintén felkelők irányítanak. Ez lesz a legtöbb menekült célállomása, mondta a tanácsadó. A menekülők Törökországba is mehetnek. A szomszédos ország vezetői szerint a legfontosabb, hogy a betegeket kórházba szállítsák. A civileket táborokban kell elhelyezni, amelyeket nagyon gyorsan fel kell állítani. Tél van, ilyenkor nem maradhatnak a szabadban, mondta a török külügyminisztérium szóvivője. Az orosz hadsereg drónokkal felügyeli a folyamatot, és megígérte, hogy senkinek nem esik majd bántódása. Azt üzenték, az egész folyamat gyors és békés lesz majd. A konvojok számára egy 21 km hosszú és 6 km széles folyósót hagytak szabadon, amely a kormányerők területén megy keresztül. Szakértői becslések szerint a felkelők kezén lévő területeken azonban továbbra is legalább 50 ezer ember él. Az iszlám állam robbantásos merényleteit akadályozta meg az orosz titkos szolgálat. Úgy tudják, a merényleteket a terrorszervezet körözött Törökországban bujkáló tagja rendelte meg. Az orosz biztonsági szervek őrizetbe vettek 3 tadzsik és 1 moldovai állampolgárt. A moszkvai hatóságok azt közölték, a gyanúsítottak otthonaiban pokolgépeket, rengeteg robbanóanyagot és automata lőfegyvereket foglaltak le. Merz Tamás lett a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A távozó Benedek Tibor posztjára 13-an pályáztak. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége 2 körös titkos szavazás után közülük választotta ki a BVSC 42 éves szakvezetőjét. Merz Tamás olimpiai bajnok, center több mint 10 évig játszott Olaszországban, majd a BVSC-nél kezdett edzősködni, és a nemzetközi porondig vezette a csapatát. Volt a női válogatott másodedzője is, ott kapitányként is felmerült a neve, mielőtt a férfiaknál pályázott volna a posztra. Mától tovább drágultak az üzemanyagok, bruttó 3-3 forinttal került több a benzin és a gázolaj literje is. Az emeléssel a benzin átlagára 360 forintra, a gázolaj pedig 375 forintra nőtt. Legutóbb egy hete volt üzemanyag áremelés, akkor a 95-ös benzin és a gázolaj is bruttó 6 forinttal drágult. A benzinár 2012. április elején érte el a csúcsát, amikor is egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje pedig január közepén volt 2012-ben a legdrágább, átlagosan 449 forint.
Eddig a Híradó Most, utána jön a Világhíradó, aztán kezdődik a Start Balogh Judittal, én pedig jövök vissza 7-kor friss hírekkel, addig is a viszontlátásra, legyen szép a reggeljük.